Az idén 100 éve 1920. június 4-én írták alá az első világháborúban győztes nagyhatalom a trianoni békeszerződést, és a túri olvasókörének a 100 éves évfordulónak az emlékére egy új kezdeményezést indított el, most szalagok elhelyezésére fog sor kerülni, mit tudhatunk erről? Ezek a szalagok jelképezik tulajdonképp, mondhatnék, az összetartozást, a nemzeti összetartozást, a magyarságnak minden területéről, az elcsatolt területekről is. Jelképesen lesznek itt, mivel személyesen nem tudunk ugye részt venni az ünnepségen, őket sem tudjuk hívni, így erre gondoltunk, hogy ezek a szalagok adják vissza azt a tiszteletet részükről, hogy az anyaországba ők eljönnek, és itt teszik tiszteletüket ezen a jeles napon. Tulajdonképpen a szalagoknak a felhelyezése ide az országzászlóhoz egy olyan jelképet, egy olyan összetartozást kell, hogy mutasson, amelyben mind azok az emberek, akik a határon túlélnek is, de ugyanúgy a nemzetes részeiként szerepelnek, itt kell, hogy megjelenjenek. És felkértünk polgármestereket, egyesületeket, a saját jó barátainkat is azzal kapcsolatosan, hogy fejezzék ki a véleményüket azzal, hogy egy nemzeti színszalaggal jelenítsék meg azt a fajta összetartozást, ami itt található. Így aztán az Olvasókör Egyesület most minden hétvégén 15-20 darab szalagot fog ide kihozni, amelyre felkérünk olyan személyeket, akik elítélik Trianon szellemét, és szeretnék azt, hogy az elkövetkezendőben itt ez megjelenjen egy-egy szalag képviseletében. Hogyha valaki szeretne a saját nevében elhelyeztetni szalagot, akkor erre van-e lehetőség? Lesz rá lehetőség, a Mezőtúr és Vidéke újságba fogjuk ezt meghirdetni, úgymond telefonszámot adunk, amin be lehet jelentkezni, aki ilyen szalagot kíván elhelyezni. Tehát ez nem kerül senkinek semmibe, csak a nevet kérjük, hogy ki, és akkor mi elkészítetjük Csaláné Marikával, a virágboltos hölgyel, ő vállalt ezt úgymond társadalmi munkába, hogy megírja a szövegeket. Mi megveszük a szalagokat, elkészítjük és felhelyezzük helyettük. Tehát ez egy ilyen lesz. Tulajdonképpen erre a lehetőség egészen június 4-ig lesz lehetőség, hiszen akkor szeretünk volna egy nagyobb fajta megemlékezést ejteni. Még az, hogy ez hogyan fog alakulni, ez még majd a jövő zenéje, nem tudjuk, hogy hogyan fog alakulni ez a fajta helyzet, ami kialakult, de mi mindenféleképpen valami úton módon szeretnénk megszólítani azokat az embereket, akik ezzel kapcsolatosan hasonlóképpen gondolkodnak, illetve a város lakosságát is ezzel kapcsolatban. Így egészen június 4-ig fogjuk rakni a szalagokat, és nagyon kíváncsian várjuk azt, hogy kik lesznek azok, akik felvállalják azt, hogy az szalagjuk itt legyen a miénk között. Herceg Zsolt, Mezőtúrváros polgármestere. Kis György Sándor, Kálnok Sepsi Köröspatak polgármestere Erdélyből. Máté Árpád, Árkos polgármestere Erdélyből. Földvári Terézia, Sárosfa polgármestere a Felvidékről. Ilia László és Ilia Valéria, a Jókai Mor Törökbecsei Egyesületből, a határon túlról érkezett a Délvidékről. Dr. Gelei József Általános Iskola, Árkos. A Csemadok szervezete Sárosfáról. Földvári István és családja Sárosfáról. Báló Tibor tanár úr a Délvidékről, Törökbecséről. Patkós Lajos és felesége Mária, gyermekei Lajos, Mária, Emese, unokái Hanga, Soma, Csongor és menye Renáta, Mezőtúrról. Batta Attila Viktor és családja, Mezőtúr. Süli János és Süli János Némájer Mária, Sárosfáról. Szűcs Dániel és családja, Mezőtúr. Molnár Norbert és családja, Mezőtúrról. Dr. Krizsánné Józsa Piroska, Mezőtúrról. Most ez a 15 szalag került kihelyezésre. Ennek a hétnek a végén szintén hozunk szalagokat, felkérve mindazokat, akik szeretnének
ezen részt venni, hogy fejezzék ki tiszteletüket, együttérzésüket, a nemzethez való együtt tartozásuknak a akaratát ezekkel a kis nemzeti színszalagokkal.